Üdvözlöm a Saru Televízió nézőit a Hónaptár című műsorunk novemberi adásában. Most pedig következzenek a novemberi híreink, a novemberi jeles napok eseménytára, a novemberi évfordulók és a Sarudi programajánló. Első hírünk. Gyertyaláng világít az éjben. November első napjaiban halottainkra emlékezünk. Gyertyák apró fényei gyúlnak szeretteink sírján, virágok borítják elhunyt hozzátartozóink, barátaink hantjait. Az egyre hosszabbodó éjszakák gondolkodásra késztetnek minket. Vajon mennyire éltünk tartalmas életet, mit hagyunk magunk után, tudunk-e önzetlenül adni, szeretni? Mert azok, akikre valóban tiszta szívvel és szeretettel gondolunk, jóságukkal, becsületességükkel, példaadásukkal hagyták köztünk, velünk az emléküket. Az ősz utolsó hónapja a csendes emlékezésé. Tegyük ezt szépen csokrozott virágokkal, a temetők esti csendjét fénnyel festő mécsesekkel, imákkal és a múltbéli kedves emlékek felidézésével. Hajtsunk fejet az előttünk járó ismeretlenek, ismerősök, rokonok és barátok előtt. Hiszen, ahogy a magyar nyelv oly tökéletesen kifejezi, csak az hal meg, akit elfelednek. De akik szívekben és tettekben tovább élnek, velünk maradnak, s emlékük épp úgy fellobban, mint a novemberi gyertyaláng az éjben. Dr. Petrovics János. Éles szem kell és sok szerencse. Szabad idejében önmagát képezte gyűjtővé a sarudi gázszerelő. Kis Károly kisdobosként tette el gyűjteményébe az első bélyeget. A gyerekkori akció nem hirtelen fellángolásnak bizonyult, a gyűjtőszenvedély egész életét végigkíséri. A Sarudon élő Kis Károly, aki civilben víz- és gázszereléssel foglalkozik, ám szabadidejét a bélyegek, a könyvek és az érmék gyűjtésének szenteli. Munkája kapcsán sok település, sok padlásán megfordult. Egy éles szemű gyűjtő pedig ilyen kincses bányákban pillanatok alatt képes felfedezni a sok kacat közt az értéket. A legnagyobb szerencse a tiszavalki parókia padlásán ért, meséli. Itt találtam egy fekete krajcáros, bélyeges táviratot, amit azonnal megmentettem. Akárhova mentem dolgozni, mindig figyeltem arra, hogy egy igazán régi boríték mellett ne menjek el úgy, hogy nem érjem fel azt, milyen bélyeggel adták egykor postára. A kedvence a 14 darabos Szent István sorozat. Cserélgetni sosem szoktam, amire szükségem volt, megvettem. A legszebbek és a legkedvesebbek a postatiszta bélyegek. A gyűjtők azt is tudják, hogy az igazi érték a hibás bélyeg. Azokból van a legkevesebb, vagyis azok az igazán értékesek. Egy szenvedélyes gyűjtő egyetlen papírdalab mellett sem megy el úgy, hogy ne vessen rá egy pillantást. Aktuális önkormányzati hírek. Október 1-jével a képviselőtestület új ügyvezetőt választott a Sarker Mega Kft. Élére. Az önkormányzat gazdasági társaságának vezetését mostantól Nagy Oszkár látja el. Testületi ülésen kellett volna beszámolni a cigány kisebbségi önkormányzatnak az elmúlt egy évben végzett munkájáról. A kisebbség képviselete nem jelent meg, a beszámoló nem hangzott el. A testületi tagok sajnálattal vették tudomásul a cigány kisebbség részéről megmutatkozó érdektelenséget. Új üzemeltetési szabályzatot alkotott az önkormányzat a gépjárművek használatáról. A jövőben minden önkormányzat tulajdonú gépkocsi csak szabályszerűen kitöltött menetlevéllel használható. Az EMASZ megállapította a jövő évi áramdíjat. Ajánlatunkat kilovattonként 17 forint 80 fillér alternatíva hiányában elfogadta a testület. Idegenforgalmi Bizottság terjesztette elő
a kultúrház hasznosításáról szóló napirendet. Az intézmény továbbra is a helyi művelődési, közművelődési gyakorlatot szolgálja, lényeges változás lesz azonban, hogy a hasznos ismereteket nyújtó tanfolyamok szervezése, lebonyolítása és a kultúrház feladatai közé fog tartozni. Az önkormányzat pályázatot nyújt be az iskola felszabadult épületszárnyának hasznosítására. Szeretnének egy bölcsödét kialakítani, amely 3 éves korig látná el a kicsik nevelését, illetve dolgoznak azon is, hogy napközi otthonos ellátást biztosítanak 3-tól 14 éves korig szakirányú gondozó felügyeletével. Szintén pályázat készül a templom felújítására, állag megóvására, valamint a templom kert és park rekonstrukciójára. Sarud önkormányzata a Lédertől határozatot kapott a jövő évi rendezvények támogatására. Megalakult a helyi hagyományőrző egyesület. 2011. október 21-én az alapító okirat aláírásával megalakult a helyi hagyományőrző egyesület. Az egyesület elnöke Csörgő Zsolt lett, a titkári teendőket Juhászné Melinda látja el. Az egyesület célkitűzései közt szerepel Sarud néprajzi, történelmi, gasztronómiai hagyományainak felkutatása, újraélesztése és ápolása. Az alapító okiratot aláírók szándéka, hogy Sarud megelevenedő, gazdag múltját, a település jövőbeli érdekét, az idegenforgalmat is szolgálja. Értékelték lapjukat a sarudi olvasók. Válaszadóink egy része hiányolta a civil életről szóló híreket. Az októberi sarudi híradóban arra kértük az olvasóinkat, értékeljék a helyi újságot. Sajnos a 400 darab lapból csupán 7-en küldték vissza válaszaikat, nekik külön is köszönjük, hogy időt szántak arra, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a lapkészítést. A válaszok összesítése után kiderült, olvasóink elégedettek a sarudi híradó tartalmával és formai megjelenésével, a Rákóczi útról azonban jelezték, hogy ritkán vagy sosem jut el hozzájuk a lap. Erre a jövőben odafigyelünk. Válaszadóink egy része hiányolta a civil életről szóló híreket, és több szolgáltatást szeretne olvasni a lapban. Ezen kívánságok teljesítésére a jövőben odafigyelünk, ahogy arra is, többen kérték a tanácsadások bővítését. Kedveltek a néprajzi és történelmi írásaink, híreink, ám volt olyan olvasó, aki több sporthírt szeretne látni a lapban. Kérését a lehetőségeknek megfelelően igyekszünk teljesíteni. Ugyancsak többen jelezték, hogy szívesen válaszolnának a települést érintő közvéleménykutatásra is. Ígérjük, hogy a januári számunkban erre is lesz lehetőségük. A válaszadók jelentős segítséget nyújtottak ahhoz, hogy az igényekhez igazított, még színesebb újságot készítsünk a jövőben. Köszönjük, hogy időt áldoztak kérdéseink megválaszolására. Mi lesz a testvértelepülésekkel? Akkor van a kapcsolatnak valós haszna, ha van mögötte gazdasági motiváltság. Sarud 1 lengyel és 2 erdélyi településsel ápol partneri kapcsolatot. Mi lesz a testvértelepülések lakosaival és önkormányzataival kötött barátsággal? Erről kérdeztük dr. Petrovics János polgármestert. A gyereküdültetés és cserelátogatás valóban fontos és nagy élmény annak, aki kijut, de valódi haszna csak akkor van ezeknek a kapcsolatoknak, ha megjelenik mögötte a gazdaság motiváltsága, fogalmazott a faluvezető, aki annak idején aktív segítője és kezdeményezője volt a lengyel-magyar partnertelepülési kapcsolatok alakításának. Közép-Lengyelország azért volt számunkra vonzó, mert jelentős a faipara, a bútorgyártása, mellyel meg tudott volna jelenni az országban, mi pedig a mezőgazdasági termékeinknek tudtunk volna ott piacot találni. A 90-es években az akkori vámszabályok miatt ez az elképzelés zátonyra futott,
Később pedig nem akadt olyan középszintű gazdasági szervezet, amely e fölött atyáskodott volna. A két erdélyi és a lengyel partnerrel jelenleg nem látok esélyt gazdasági együttműködésre, pályázati források pedig nincsenek a cserekapcsolatok felelevenítésére. A gyerek utaztatása, a cserelátogatások szép gesztusok, de valódi hasznukhoz képest rendkívül költségesek. Az önkormányzat finanszírozni ezt már nem tudja, pályázatok nincsenek, gazdasági kapcsolatok pedig nem alakultak ki. Távirányítású gépek a Laskó mentén. Meredek dőlésszögű helyeken, mint például vízpartokon, gátak oldalán, gyakran veszélyes ember által vezetett mezőgazdasági munkagépet működtetni. Erre a terepre találták ki a távirányítással működő mezőgazdasági munkagépeket, melyeket a Laskó gátján működés közben is megismerhettek a gazdálkodók és a vízügyi szakemberek. A rádió távirányítással működő munkagépeket egy német cég szállítja be az országba, és az észak-magyarországi régióban Saru térségét választották a bemutató helyszínéül. Meredek, 40-50 fokos dőlésszögű helyek karbantartására alkalmazható gépek szakmai bemutatóját Tilcsik István sarudi gazdálkodó szervezte, aki elmondta, ez a technikai bemutató jó alkalmat kínált ahhoz, hogy a térség gazdálkodói egy szakmai beszélgetés kapcsán találkozzanak, s megismerjék azokat az újításokat, amelyek idővel megjelenhetnek a Tisza menti falvakban és vízpartokon is. Agroturizmussal próbálkoznak Sarudon, mintha észrevétlenül gurulnánk vissza a civilizációba a pusztatúráról. Maszek, a ló, hangos nyerítéssel adja a környezetet uttára, a következő órákban a gumikerekű kocsin ülők sorsa tőle függ. Délcegen fut ki Ádám bácsi lova Tilcsik István farmjáról a Szatmári püspökség egykori birtokai felé, és nem is sejti, fél évszázad után talán ő az első ló, aki hintót húzva üget ki a pusztába. Maszek útját nem a véletlen szülte ebbe a környezetbe. Utasai, Tilcsik István és felesége, Gál János és Zsebe Zsolt arra kíváncsiak, hogyan lehetne a gátépítések előtt árvízjárta tájat a mai kor hasznára fordítani. A térség tradicionális víziturizmusa mellett az elmúlt egy évben kiépült egy történelmi túraút, s most ehhez csatlakozna az agroturizmus, mely újdonság a térségben. Mert lehet nemzedékeket tanítani tankönyvek rajzaiból az állat és növényvilág alapvető ismereteire, de hogy a maszlag miért csattan, avagy hogyan néz ki még a nem ellett tehén, az csak a valódi vidéki természetben tudható meg. Ahogy távolodunk a Tilcsik farmtól, egyre mozaikosabbá válik a táj. A legelők és szántók váltogatják egymást. A sarudi templomtorony a távolban már csak csöpnyi iránymutatóként látszik, amikor Maszek felküszködi terhét a Kalaposi hídra. E híd a télen még masszívan állt, néhány vasdarabért verték szét a tavasszal. A vízelvezető árok alján SP monogrammos téglák, vagyis az egykori Szatmári püspökség téglaépítőjében égették azokat. A Kalaposi hídtól már csak pár száz méter a Koslapos, vagyis az egykori Jánosi tanya. Maszek megállás nélkül húzza a kocsit el a Bünöskúti tábla mellett, egy nemes erdő közelében. A Tilcsik farm egyre közelebb kerül. Mintha észrevétlenül gurulnánk vissza a civilizációba, a pusztatúráról, egy tangazdaságba. A ló derekas időutazást tett. S hogy lesznek-e követői, kerékpáron, traktoron vagy szekéren, az csupán azon múlik, sikerül-e Sarudon bevezetni az agroturizmust. Tilcsik István,
Fantáziát látok abban, hogy az iskolások vagy a városon élő emberek megismerjék a valódi mezőgazdasági munkát. A mai fiatalok jelentős része előtt ismeretlen ez a világ, ráadásul az iskolai oktatásban is használható környezetismereti tudást kaphatnának. Gál János. A vízpartra érkező családok itt tartózkodása meghosszabbítható lenne. A korábbi évszázadokban a halászat és a mezőgazdaság kiegészítette egymást. A csendesebb pihenésre vágyók felfedezhetnék a szikesek élővilágát. Zsebe Zsolt. Az Újlőrinc falváról kiinduló történelmi túravonalak sorába jól illeszkedne a puszta túra, amely a térség életét egy évszázadig meghatározó szatmári püspökség gazdálkodásába engedne bepillantást. Így erősíthetné egymást a víz, a föld és a történelem. Szürke boldogság felhő az égen. Mit hozott egy órányi lapulás a kócsi mocsárban? Azt tartja a régi mondás, aki fölött elszállnak a darvak, boldog ember lesz. Októberben a Hortobágyi Nemzeti Park kócsi mocsarában lapulva a boldogság ezresével érkezett. A darumadár évszázadokon át úgy hozzátartozott a magyarok életéhez, mint a jelképes turul vagy a hűtárs a ló. A folyószabályozások következtében megszűnő mocsárvilág azonban élettérvesztéshez vezetett. A daru ma már ritka a vendég nálunk, itt tartózkodása ezért kihagyhatatlan pillanata volt a természetbarátoknak. A darumadarat a középkorban ébersége miatt szerették. Meséli Kis Ferenc túravezető. Szívesen alkalmazták a várakban, hiszen hamarabb észrevette az ellenséget, mint a kutya. A címertani ábrázolásokban ezért is tart lábában követ, hiszen úgy tartották, ha elszunnyad, a kő leesése akkor is felébreszti. A darvadászokat a középkorban nagyon megbecsülték. A kis darut csak egy napos koráig lehetett kiemelni a fészekből, utána már elillant, a nagyobb állatokat pedig pálinkás kenyérrel tudta az ember magához csalogatni. A darutól a legények státusz szimbóluma volt, a legszebb, úgynevezett balos ringópihés tollakért, amit a kalap mellé tűztek, egy fél disznót is adtak a hortobágyi vásárokon. A daru nyaranta Skandináviában tartózkodik, a telet Afrika partjainál tölti. Októberben időjárástól függően csak pár hetet tartózkodik nálunk, s az első fagy után tovább repül. A darunak napi életciklusa van. Napfelkeltekor kihúznak a táplálkozó helyre, napnyugtakor behúznak az éjszakázó helyre, ami mindig mocsaras, vizes terület. Egy daru átlagosan 20 évig él, így generációk tudják átadni egymásnak a tudást. Életében csak egyszer választ párt. Átlagosan egy-egy költés idején két fiókát nevelnek fel, az utódokról mindkét szülő gondoskodik. A daru testsúlya 5-6 kg, szárnyainak fesztávolsága meghaladja a 2 métert. Élőhelyén kisebb halakkal is táplálkozik, ám vonuláskor csak magvakat eszik. Rendkívül éber madár, a szó klasszikus értelmében sosem alszik. Amint a nap lebukik, egy szempillantás alatt daru felhők sötétítik be az eget. A daruvonolás lélegzett elállító pillanat. Ha az égen lépkedni lehetne, akkor ilyenkor egy talpalatnyi hely sem maradna az ezernyi madártól, melyek úgy veszik birtokukba a tájat, mintha az ember sosem tolakodott volna be ebbe a világba. Aki látott már daruvonolást, tudja, igaz az ősi mondás. Aki fölött átrepülnek a darvak, az boldog ember. Egy nap alatt 1 méterrel csökken a vízszint a Tiszatavon. Megkezdték a Tiszató téli vízszintjének beállítását. 1 hónap alatt 1 méterrel csökkentik a vízszintet.
A hidrometeorológiai helyzet figyelembe vételével a kisköre felső vízmércén mért 620-10 centis vízállással várhatóan november közepére áll be. A vízszintcsökkentés üteme az első két napon 10 cm per nap, ezt követően 8 cm per nap, majd 7-8 cm per nap lesz a vízjárás, a halvándorlás figyelembevételével. A tavaszi vízszintre történő visszaállás várhatóan 2012. március végén történik meg a hidrometeorológiai helyzet függvényében. Osztálytalálkozó. 30 éves osztálytalálkozóra várták haza a Sarudi Általános Iskola 1981-ben végzett tanulóit. Az emlékidézésre 31-en jöttek el, köztük a volt tanárok Bene Imréné, Malik Andrásné, Bak Józsefné, Csordás Józsefné, Varga János, Varga Jánosné és Berényi Józsefné. Az osztályfőnöki órák hangulatát idéző beszélgetés, a régi tabló megtekintése és az ebéd elfogyasztása után az egykori sarudi diákok megfogadták, 10 év múlva ugyanitt találkoznak. Most pedig következzen a novemberi jelesnapok eseménytára, a novemberi évfordulók és a sarudi programajánló. Novembert Szent András hava, őszutó vagy enyészet hava. Kis farsangnak is nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett tartani a lakodalmakat és vigasságokat, melyek az adventi időszakban tiltva lesznek. November 1-e. Minden szentek napja, 2-a halottak napja. Minden szentekkor emlékezünk meg azokról a szentekről, akik név szerint nem szerepeltek az egyházi naptárban. Azt a hetet, melyre a halottak napja esik, halottak hetének nevezik. A hiedelem szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak. November 11-e Szent Márton ünnepe. A magyar néphagyományban a gazdasági évet lezáró ünnep. Márton Szombathelyen született 317 körül. Katonaként került a mai Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért és kolostort alapított. 371-ben püspökké szentelték. November 19-e Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. A legenda szerint Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely rózsává változott, mikor apja kérdőre vonta emiatt. Időjárás jóslás kapcsolódik a naphoz, általában havazást várnak a gazdák. November 25-e Szent Katalin ünnepe. Katalint kerékbe törték, ezért fuvarosok, kerékgyártók, valamint a házasulandó lányok védőszentje. Katalin naphoz férjósló hiedelmek kötődnek. Régi időjárási megfigyelés szerint, ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog. November 30-a Szent András napja. A hagyomány szerint kereszthalált halt, innen az András kereszt elnevezés. Férjósló nap, ólom öntéssel, gombóc főzéssel igyekeztek a jövendőbelit kitalálni. Ezen a napon kezdték el a disznóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak. Novemberi évfordulók. November 3-a a Magyar Tudomány napja. November 4-e az 1956-os forradalom leverésének emléknapja. November 13-a a vakok világnapja. November 14-e a cukorbetegek világnapja. November 17-e dohányzásmentes nap. November 20-a a közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja. November 21-e a televíziózás nemzetközi napja. November 22-e a magyar közoktatás napja. November 27-e a magyar véradók napja. Sarudi programajánló. November 1-én 15 órakor minden szenteki szertartás a temetőben. November 10-e csütörtök 14 óra, könyvtár. Volt egyszer egy hadikórház.
A világháború egészségügyi ellátásának bemutatása Kisné Németh Irén emlékiratai alapján dedikálással egybekütött könyvbemutató. November 19-e, szombat 19 óra, Kultúrház. Jótékonysági Katalin bál az óvodáért. November 25-e, péntek 14 óra, Templomtér. Hartl Ede emléktáblájának megkoszorúzása az avatás első évfordulóján. Köszöntőt mond dr. Petrovics János polgármester, Hartl Ede életútját Szuromi Rita ismerteti. Ezzel véget ért a hónaptár műsorunk novemberi adása. Találkozunk december második hétvégéjén. Viszont hallásra!